Romániában törvény tiltja a hulladékbevitelt tárolás céljára. A jogszabályokat azonban meg lehet kerülni, ha a hulladékot áruként kezelik, amely szabadon mozoghat Európában. Külföldi cégek így legálisan küldhetnek szemétbálákat a román cementgyárakba elégetésre. Tonnánként mindössze 17 eurót fizetnek érte, szemben az exportáló országok magas tarifáival. A szállítóleveleken olyan típusú hulladékot tüntetnek fel, ami megengedett, de a bálákban gyakran teljesen más van. Például kórházi veszélyes hulladék, amely különleges kezelést igényelne, vagy más városok kommunális szemete. Az országhatáron, ahol ezt meg lehetne fogni, nincs speciális ellenőrzés. Nem nézik meg, mi van a rakományban, ismerteti a helyzetet egy román oknyomozó újságíró. A hulladékszállítmányok nem csak a cementgyárakba, hanem a helyi szemétégetőkbe is kerülhetnek, ahol eltüzelésükkel energiát termelnek. A környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vegyes hulladék elégetése nem biztonságos módja a hulladék megsemmisítésének. Az így keletkező mérgező dioxin és furán vegyületek veszélyt jelentenek a lakosságra. Jelenleg ezt egyáltalán nem mérik, nem tudjuk, hogy milyen koncentrációban vannak jelen a levegőben, mondja egy aktivista. Romániában a szelektív hulladékgyűjtés szinte nem létezik, és a hulladéknak is csak nagyon kis százalékát hasznosítják újra. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen a hulladékkezelési gyakorlat miatt. Bukarestben csak 3 szemétlerakó van, egyik közülük nem is működik teljes kapacitással. A bizottság ajánlásának megfelelően a szelektív szemétgyűjtés és a hulladékhasznosítás országos szinten prioritást élvez. Utóbbi jelenleg 14% alatt van, összegzi a román környezetvédelmi miniszter. Az Euronews tudósítója arról beszél, hogy csak Bukarestben, ahol a teljes lakosság 10%-a él, évente 1 millió tonna háztartási szemét keletkezik. A hulladékkezelés a román fővárosban hatalmas probléma. Az emberek gyakran egyszerűen lerakják az út mentén a szemetüket, mutatja az újságíró. Az Európai Bizottság nem csak a hulladékkezelést kifogásolja, a légszennyezési határértékek be nem tartásáért is kötelezettségszegési eljárást indított az ország ellen. A testület felszólította Romániát, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek a levegő minőségének javítását célozzák.